Farkaslak a község legnagyobb ünnepe a farkaslaki szenes napok, melyet évről évre immár 15. alkalommal szerveznek meg a kalandatetőn. A program kidolgozása, a fellépők meghívása már év elején elkezdődött, hiszen a jubileumi eseményhez rangos program illik. A fesztivál szeptember 4-én délután 6 órától Dali Csongor egy drogos élete című előadásával kezdődik, majd azt követően lép színpadra a Zanzibár. Fontos tudni, hogy a koncert pontosan 8 órakor kezdődik, mivel este 3:45-től óriási kivetítőn lehet végig szurkolni a Magyarország-Románia Európa bajnoksági selejtező labdarúgó mérkőzését. Az estet DJ Tomás Bulija zárja. Szombat reggel 9 órától konferenciát tartanak az alternatív szénégetésről, valamint tömegfutás és labdarúgó mérkőzések is színesítik a programkínálatot. Kalandatetői programok azok délután 3 órától indulnak, lovas versennyel, az idei udvarhelyszíki vágta szervezőinek köszönhetően lesz egy gyönyörű lovas bemutató. Azt gondolom, hogy az mindenképpen vonzó, mert láttam, hogy a vágtára is nagyon sokan ellátogattak, különleges bemutatókkal készülnek, érdemes ezt megnézni. Természetesen a már hagyományosá vált erőgépvetélkedőnk is meg lesz a szombati nap folyamán, és folytatva este a Charlie előtt a helyi Terrasiculorum zenekar fog koncertet adni, amely éppen 2012-ben a szenes napokra alakultak. Vasárnap főleg a kultúrára fektetnek nagy hangsúlyt a szervezők. Délelőtt Farkaslakán Szent Mise, sakkverseny, szépkorúak ünnepe és favágó verseny színesíti a programot. A kalandatetőn szeptember 6-án sem lesz hiány fellépőkből. Több néptánc csoport is bemutatja tudását, többek között a kecseti, a malomfalvi, a farkaslaki és a lengyeltúti együttesek lépnek színre. Az est sztárvendége a Republik együttes lesz. Vasárnap a kultúrának a fő hangsúly. Természetesen este a Republik koncert előtt koncertezik a másik testvértelepülésünkről érkezett Ajakról a Snaps Band, akik immáron a 6. alkalommal vannak nálunk, és hát a közönségnek kérésére tettük a nagy koncert elé, mert nagyon sokan mondták, hogy már utána a gyerekekkel haza kell menni, és ők mindenképpen szeretnék látni a Snapsot. Tehát a Snaps kezd, folytatja ezt a Republik. Republik után a Holidays koncertezik éppen hajnali 3 óráig. A háromnapos rendezvény ideje alatt a gyerekek az 1 hektáron felállított Holiday Express Vidám Parkban játszhatnak, valamint a farkaslaki pedagógusok is különböző foglalkozásokkal várják a kicsiket. A háromnapos rendezvényre a belépés ingyenes.